Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Tej televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 257 éve volt a madéfalvi veszedelem, szűk körben emlékeztek az eseményre. Kiégett egy ház Szekszárdon, csillagszóró vagy karácsonyfa izzók okozhatták a tragédiát. Megyei összefogással segítenek, már lehet pénzt utalni a földrengés sújtotta Petrinya lakóinak. 30 éve szabadon, egy hónapig lesz látható a rendszerváltásra emlékeztető installáció Szekszárdon. A madéfalvi veszedelem néven hírhedté vált 18. századi osztrák katonai megtorlás 257. évfordulójára emlékeztek Tolna megye több székelyek lakta településén és a kelet-erdélyi madéfalván, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a székely szabadság nem választható el az egész magyarság szabadságától a Kárpát-medencében. Bonyhádon az újonnan átadott Székely Parkban helyezték el a madéfalvi vérengzés évfordulóján a megemlékezés koszorúit. 1764. január 7-én hajnalban támadta meg a császári katonaság az erőszakos besorozás ellen fellázadó székelyeket madéfalván, a falu ostroma során pedig körülbelül 200, nagyrészt fegyvertelen embert ölt meg. Ez volt az úgynevezett madéfalvi veszedelem, mely során nem csak férfiak, de nők és gyermekek is a vérengzés áldozatául estek. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke megemlékező beszédében felidézte a történéseket. Azt mondta, a székelyek a vérüket adták azért, hogy jogaik megmaradhassanak. Ezt az örökséget kell megőrizni és továbbadni az utókornak. Bízom benne, hogy mindig a józanész fog kerekedni, hiszen mindig vannak csapások, mindig vannak nehéz helyzetek az ember életében, de legyen minta számunkra a békességgel való megoldás, ugyan nem rajtunk múlott, de sajnos a helyzet így hozta. Mert ez vezet előre, és ez vezet mindenképpen a fennmaradásra. A bátaszéki székelyek baráti köre általában a megyei szövetségek közös megemlékezésén vesz részt. Molnár Péter elmondta, hogy fontos a megemlékezés, de fontosabb a múltból való tanulás. Az ember párhuzamosan próbálja kezelni azt, hogy a múltat tiszteletben tartja és emlékszik rá kellő időben és kellő mennyiségben, de ahhoz, hogy a gyerekeinknek és a környezetünknek sok mindent tovább tudjunk adni, büszkén és bátran a jövőbe kell nézni. Mádéfalván is megemlékeztek a 257 évvel ezelőtt történt vérengzés áldozatairól. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tolna megyei országgyűlési képviselő kijelentette. A székely szabadság nem választható el az egész magyarság szabadságától a Kárpát-medencében. Ha a székely szabadságról beszélünk, akkor az egész magyarság szabadságáról beszélünk, az egész Kárpát-medencében. Ha nem támogatjuk egymást, akkor gyengék vagyunk, együtt viszont erő. Különös jelentősége van annak, hogy a tavalyi évben, az 1000 éve Erdélyben és 100 éve Romániában élő magyarság nagyon szép választási eredményt ért el. Gratulálok az összefogáshoz! Az államtitkár bejelentette, a Magyar Állandó Értekezlet 2021-et a Nemzeti Újrakezdés évévé nyilvánította. Csütörtökre Víradóra újabb 3068 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel 334.836 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 127 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 10.325 főre emelkedett. 5.387 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében szerdán 68 újabb esetet regisztráltak, így a járvány kezdete óta már 6.702-en kapták el igazolhatóan a vírust az országnak ezen a részén. Teljesen kiégett egy ház Szekszárdon a Bródi Sándor közben. A lángok kora délután csaptak fel, a környéken élőktől úgy tudjuk egy karácsonyfára helyezett csillagszóró vagy fényfüzér okozta a balesetet. Arról egyelőre nincs információ, hogy a háztűz során bárki is megsérült volna. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszíre, a feladatukat nehezítette, hogy sorházról volt szó, így arról is gondoskodniuk kellett, hogy a lángok ne terjedhessenek át más lakóépületekre.
délután 4-3-kor kaptak Tolna megyében riasztást a tűzoltók. Szekszárdon a Bródi közben egy családi ház kigyulladt, ez egy 120 négyzetméteres családi ház. Jelen pillanatban azon dolgozik a Szekszárból két fecskendő, a vízszárítója, a Paksi egyes egyik fecskendő, valamint továbbá a Bonyhádi fecskendő, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését. A katasztrófa védelem minden évben kiemelt figyelmet fordít a szénmonoxid okozta mérgezéssel járó tragédiák megelőzésére. Tolna megyében 2018-ban 7, 2019-ben 15, tavaly pedig 22 alkalommal vonultak a tűzoltók szénmonoxiddal kapcsolatos eseményekhez. Az emelkedő tendencia a szénmonoxid érzékelők számának növekedéséből is adódik, közölte a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A közleményben azt is írják, hogy három újabb szénmonoxid érzékelőről állapította meg a hatóság, hogy megfelelően jelzik a mérgezőgáz jelenlétét a zárt térben. A piacfelügyeleti hatóság folyamatosan ellenőrzi a forgalomban levő berendezéseket, és frissíti a megfelelőnek, illetve nem megfelelőnek talált szénmonoxid érzékelők listáját. Már lehet pénzt utalni a földrengés sújtotta a horvátországi Petrinyában élők megsegítése érdekében. A segélyakciót a Tolna megyei önkormányzat és a dombovári horvát nemzetiségi önkormányzat közösen indította el. A cél, hogy a felajánlások valóban azokhoz kerüljenek, akik a katasztrófa sújtotta vidéken nélkülözni kénytelenek. Két nap alatt két erős földrengés rázta meg tavaly december végén a horvátországi Petrinya városát. A ritka földtani jelenségek összedőlt házakat és otthontalanná vált emberek ezreit hagyták maguk után. A második erősebb 6,3-es földrengés emberéletet is követelt. Rengetegen megsérültek, és a 15 ezer fős város szinte teljesen megsemmisült. A jelenségeket Tolna megye szerte is érezni lehetett. A megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzata, a dombovári azonnal segítséget ajánlott a katasztrófa sújtotta vidék lakóinak. A megyei önkormányzattal közösen számlát nyitottak, ahova pénzbeli felajánlásokat várnak, hogy így segítsék a Petrinyában élőket. Bárki csatlakozhat ez az akcióhoz. Önkormányzatok, magánszemélyek, vállalkozások, mindenkinek a támogatását bármely nagyságrendű is szívesen vesszük. A Tolna megyei önkormányzata a megye mind a 109 települését felkéri, hogy ki a maga lehetőségeihez mérten, de támogassák a földrengés sújtotta vidék lakóit. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnök azt mondja, azért álltak a segélyakció élére, hogy a felajánlások valóban azokhoz juthassanak el, akik a legjobban rászorulnak. Annak örülünk, hogy nagyon sok településen láttunk hasonló kezdeményezést, nem csak települések és polgármesterek gondolnak segítségre, nem csak ők segítőkészek, hanem látunk intézményeket is, Paks környékén is, Paks városában is nagyon segítőkészek az emberek, és mi a megye részéről szeretnénk ennek a segítségnek a szervezője, a koordinátora lenni. Petrinya környékét szerdán újabb erős földrengés rázta meg, és szakértők szerint az sem kizárt, hogy a közeljövőben újra és újra előfordulnak majd pusztító erői rengések a régióban. A Tolna megyei közgyűlés elnöke szerint ezért most a gyors segítségnyújtás életeket menthet. Mindenkit arra kérek, aki segíteni kíván, és a megyei kezdeményezésnek a véleményével, mert anyagilag is esetleg hozzá tud járulni, az ezt a számlaszámot keresse, és ez a számlaszám alkalmas arra, hogy az ott élőket segíteni tudjuk. A segélyakció kezdeményezői nem csak az önkormányzatok segítségében bíznak, hanem cégek és magánszemélyek felajánlásait is várják, hogy így segítsenek a földrengés miatt nélkülözni kénytelen több ezer horvát embernek. Megérkezett Magyarországra és azon belül is Tolna megyébe is a védőoltás. Első körben az egészségügyi és a szociális dolgozók, majd a COVID-fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek kapják meg a vakcinát. Őket követik a középkorú betegek, a kritikus infrastruktúrában dolgozók, végül valamennyi 18-59 éves, akik a fenti kockázati csoportokba nem tartoznak. Sokan még bizonytalanok, hogy beoltassák-e magukat, de sokan vannak, akik tervezik, hogy megkapják a vakcinát.
Megérkezett Magyarországra és azon belül is Tolna megyébe az első vakcina szállítmány, az Európában elsőként engedélyezett Pfizer vakcina. Ezzel kezdődött meg az egészségügyi dolgozók oltása a koronavírus ellen. Jelentette be a minap Németh Csaba, a Tolna megyei Balassa János kórház főigazgatója. Az oltási rendet is nyilvánosságra hozták. Első körben az egészségügyi és szociális dolgozók, majd a fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebb kapják meg a vakcinát. Őket azok a 18 és 59 év közöttiek követik, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő betegségek, majd a kritikus infrastruktúrában dolgozók következnek, végül mindenki megkapja a védőoltást, aki kéri. Az utcaembere azt mondja, az oltás gyártójától, az oltóanyag típusától és a lehetséges mellékhatások vizsgálatától függ, hogy beadatják-e maguknak, és ha igen, mikor. Természetesen én a másikkal is beoltattam magamat az influenza ellenével. Én eldöntöttem, hogy beoltatom magamat. Majd igen, a sorra kerülünk. Mások bizonytalanok, hogy beoltassák-e magukat a koronavírus ellen. Több információt szeretnének megtudni a hosszú távú hatásairól. Ehhez pedig, mint mondják, további klinikai vizsgálatok szükségesek. Nem azt mondom, hogy kételkedek, de még egyelőre egy kicsit várok. Tehát akkor listára se jelentkezett még? Még nem. Találkoztunk olyan szexádiakkal is, akik jelenleg teljesen elzárkoznak a védőoltás beadatásától. Nem oltatom be, addig még nem adnak megnyugtató választ. Egyszer így mondják, egyszer úgy mondják, egyértelmű, világos tájékoztatást kérek, akkor igen. A védőoltásra a vaccinainfo.gov.hu oldalon lehet regisztrálni. Az oltópontokról, az oltásról további információkat lehet megtudni a kormány hivatalos oldalán. Várhatóan mégsem nyitnak ki a középiskolák január 12-én. Az operatív törv szerint fenn kell tartani a digitális tantermen kívüli oktatást a középiskolákban, valamint a 8. és 12. évfolyamok között, jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Azt mondta, a kérdésben a kormány dönt, bejelentés pedig pénteken várható. Jövő hétfőn indult volna újra a jelenléti oktatás a középiskolákban, de a járványhelyzetet elemezve az óvatosság mellett döntöttek. Szempont volt a koronavírus brit mutációja is, amely a korábbinál jobban érinti a fiatalokat. Ez elsősorban jelenleg nem egy tanügyi kérdés, hanem egy járványügyi kérdés. A javaslat tételt és a döntéshozatalt ebben az ügyben kénytelenek voltunk egy kicsit elhúzni, hiszen az ünnepek alatti tesztelési adatok bár kedvezően alakultak, de alacsony tesztelési szám mellett, ezért az élet újraindulását is meg kellett ahhoz várni, hogy egy kicsit pontosabb képet kapjunk. Az is befolyásolja természetesen a döntést, hogy az Angliában megjelent új vírusmutáció miatt az európai országok jellemzően inkább szigorítanak az elmúlt napokban, és erre nyilván nekünk is tekintettel kell lennünk. Mérlegelésünk során végül az óvatosság mellett döntöttünk. Egy 6 méteres installáció várja a Szekszárd belvárosában közlekedőket. A rendszerváltás országos és szekszárdi eseményeit összefogó monumentum egy hónapon keresztül lesz majd látható a Tolnai megye székhelyen. Lenin arcképe magasodik a szekszárdi Garai téren. Ez a 6 méteres információkkal teli oszlop a 30 éve történt rendszerváltás országos és szekszárdi eseményeire emlékezteti azokat, akik megélték azt, és tanítja azokat, akiknek ez már csak történelem. Pogrányi Lovas Miklós eszmetörténész a pályázatot kiíró közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért közalapítvány képviselője elmondta, miért tartották fontosnak ezt az évfordulót. Ennek az emlékévnek az a célja, hogy ráirányítsa az állampolgároknak a figyelmét, mind az európaiakét, mind különösen a magyarokét arra, hogy milyen világpolitikai jelentősége volt a 30 évvel ezelőtti eseményeknek. Ezen kívül arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezeknek az eseményeknek, hogy Kelet-Európa, illetve Közép-Európa népei maguk vívták ki a szabadságukat, világpolitikai jelentősége van, és ennek az európai emlékezetben el kell foglalni a méltó helyét. Lester Péternek, az installáció kitalálójának és megalkotójának sem volt egyszerű dolga, hiszen sok mindent szem előtt kellett tartania a kivitelezés során.
A nehézség ott volt, hogy jött a Covid válság, elcsúszott fél évvel az indítás. A másik nehézség az, hogy azért a helyi eseményeknek a felkutatása és kiválasztása azért nem olyan egyszerű, tehát hogy ne sértsünk meg senkit, semmilyen érzelmi embert egyik oldalról, és mégis próbáljuk a helyi eseményeket jól bemutatni. Az emlékmű mellett egy újságot is kiadtak, aminek címlapján egy helyi művész által készített kép látható, és a monumentumon szereplő szekszárdi események részletes leírása található benne. Ezt a tervek szerint megyénként 1000 középiskoláshoz juttatják majd el. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, a rendszerváltás agrár vonatkozásáról beszélt. Összességében a 30 év alatt azt a megállapítást vonhatjuk le, hogy helyes útra talált a szántóföldi mezőgazdaság és a szőlészet, borászat és a kiegészítő kertészeti termelés is. A 60 négyzetméteres történelmi visszatekintést február 7-éig tekinthetik meg az érdeklődők. Részegen döntött ki egy lámpaoszlopot Szekszárdon egy férfi. A baleset a Tolnai megyeszékely belvárosában hajnalban a szekszárdi járásbíróságtól néhány méterre történt. Az 50 éves sofőr az August Imre utca egy egyenes szakaszán nem tudni mitől egyszer csak átsodródott a szembe menő sávba, majd a villanyoszlopnak csapódott a kocsi, valami kidőlt. A balesetben nem sérült meg sem ő, sem az utasa, az itt a sofőrnek viszont több bűncselekmény miatt is bíróság elé kell hamarosan állnia. Baleset okozása miatt a férfinak felelni kell, további a szekszárdi rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályán itt a járművezetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt is eljárást indítottak vele szemben. Tekintettel arra, hogy a baleset okozása az éjszakai órákban történt, ezért vélhetően a férfival szemben a kijárási tilalom megszegése miatt is eljárás fog indulni. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Tények és tévhitek a vakcina körül, pécsi virológus válaszol a kérdésekre. Saját városfejlesztési tervvel állnak elő, bírálata a pécsi ellenzéki oldalról. Nyílnak a virágok, korán jött a tavaszias időjárás. Túl gyorsan fejlesztették ki a vakcinát? Meddőséget is okozhat? A beoltottak tovább fertőzhetnek? Többek között ezekre a kérdésekre adott választ Kemenesi Gábor videóformájában. A pécsi virológus egy pár perces felvételen magyarázta el, és tisztázta a koronavírus elleni oltás körül keringő tényeket és tévhiteket. Túl gyors, meddőség, nyájimmunitás. Többek között ilyen kérdések is keringenek a koronavírus elleni vakcina körül. Ezekre adott választ legújabb videójában Kemenesi Gábor. A pécsi virológus elmondta, hogy a közbeszéddel ellentétben nem ezt az oltóanyagot fejlesztették ki túl gyorsan, hanem a többit lassan. A szakember ezt azzal magyarázta, hogy a COVID esetében le lehetett rövidíteni bizonyos megismerési fázist, hiszen korábban már más ilyen típusú vírussal is találkoztak a kutatók. A következő fontos kérdés, hogy okoz-e meddőség a vakcina. Kemenesi Gábor egy határozott nemmel válaszolt. Ez a járvány most már tavaly év vége óta tart, hogyha a koronavírus tüskefehérjéje ellen valóban olyan immunitás alakulnak ki, ami keresztimmunitást vált ki a termékenységünkre és meddőséget okoznak, akkor ezt a természetes fertőzés során is látnunk kellene. Na most egyáltalán nem látunk ilyet, úgyhogy ezt már csak a gyakorlati szempontú adatok is erősen megcáfolják. Ehhez kapcsolódóan elmondta azt, hogy a kismamáknak egyelőre azért nem adják be a vakcinát, mert még nem voltak célzott és alapos vizsgálatok rájuk vonatkozóan. Ugyanígy azok sem kapják meg az oltóanyagot, akik nemrég átestek a fertőzésen, hiszen nekik 3 hónapig természetes védettségük van. A klinikai kutatások jelenleg azt bizonyították, hogy a beoltott személyek nem kapják el a fertőzést és nem kerülnek kórházba. De vajon tovább fertőzhet-e egy már beoltott ember? A klinikai 3-as fázisú vizsgálatok nem tértek ki arra, hogy vajon ettől még tudok-e fertőződni, tehát tünetmentesen fertőződni, és vajon, ha tudok tünetmentesen fertőződni, tovább tudom-e adni a vírust. Ezt majd a klinikai vizsgálati fázis 4-es fogja megmondani, amikor is elkezdik, ami most zajlik, beoltani a populációt, és majd járványtani megfigyelésekkel megnézni, hogy vajon azok közül az emberek közül, akik mondjuk egy háztartásban éltek és volt vakcinált ember, az képes volt-e mondjuk fertőzni vagy sem. A szakember kiemelte, hogy a világon eddig 4,5 millió ember kapta meg a Pfizer-BioNTech oltóanyagát, és csak néhány esetben tapasztaltak allergiás reakciót. Ez minden más oltóanyagnál előfordul, de ettől még ki kell vizsgálni. A virológus rámutatott, az Egyesült Államokban egy hét alatt 600 ezer ember kapta meg a vakcinát, ebből egy került kórházi megfigyelés alá allergiás reakció miatt. Később őt is kiengedték.
Árnyékkormányként lépne fel a pécsi ellenzéki oldal, hogy pályázhasson a város az Európai Uniós fejlesztési forrásokra, mondta az ÖPE-KDNP frakció vezetője. Kővári János az elmúlt év városvezetői munkáját értékelte. A politikus szerint nem folyik érdemi munka, helyette frontokat nyit a polgármester és hadakozik a kormánnyal, de a helyiekkel is. A frakció vezető azt mondja, nem fogják hagyni, hogy lemaradjanak a fejlesztési forrásokról, ezért saját stratégiai tervüket mutatják be február elején. Mindenhol frontokat, provokatív frontokat nyit, zaklatja a pécsieket a polgármester. Még karácsonykor is mindannyian láthattuk, hogy a Betlehem hurcolászása, a karácsonyfa égőjének lekapcsolása, az még a karácsonyi békességet is elrontotta itt Pécset. Tehát azt látjuk, hogy a polgármester teljesen alkalmatlan a feladatára. Ezt mondta az ÖPE-KDNP frakció városházi vezetője a pécsi polgármester elmúlt évi munkájáról. Kedden értékelte az ellenzéki oldal a pécsi önkormányzat munkáját. Mint kiderült, nincs olyan fejlesztési stratégiája a Baranyai megyeszékhelynek, ami alapján pályázhat a hazánknak jutó uniós fejlesztési forrásokra. Ezen változtatna az ellenzéki oldal. Nem várunk tovább, bármennyire is ellenzékben ülünk ebben a városban. Kicsit ilyen árnyékkormányt kell szinte alakítani, és gondoskodni kell arról, hogy Pécsnek legyen egy fejlesztési elképzelése, egy stratégiája. Ezt mi le is fogjuk tenni egyébként február elején, időben, amikor a várostól ezt el is várják. Reméljük, hogy a polgármester is készül valami hasonlóval, hanem akkor minden esetre ott lesz a Fidesz-KDNP és az Összefogás Pécsért Szövetségnek a városfejlesztési stratégiája. Még 2014-ben fogadták el azt a fenntartható városfejlesztési koncepciót, ami alkalmas Kővári János szerint a fejlesztési források megszerzésére. Ebben azokat a lépéseket, beruházási igényeket fogalmazták meg, amitől jobb Pécsen élni, fogalmazott a politikus. 2021-től indul az EU új 7 éves pénzügyi ciklusa. Ebben Magyarország várhatóan legalább 7-8 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, és mintegy 7 milliárd euró hitelre lesz jogosult, és a magyar vállalkozások is pályázhatnak majd további támogatásokra. A szemfüles túrázók akár már most is láthatnak az erdők mentén hóvirágot, bár ezt a növényt a tavasz hírnökének szokás nevezni, nem rendkívüli, hogy a téli időszakban virágot hoz. Ez az enyhe időjárásnak köszönhető, mondta el stábunknak Kulcsár Péter. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatósának munkatársa hangsúlyozta, ez még nem azt jelenti, hogy tavasszal már nem találkozhatunk ezekkel a virágokkal, hiszen most csak néhány példányban szírmot. Bár még a téli időszak közepénél járunk, már most megfigyelhető néhány hóvirág vagy illatos hunyor Pécsett és környékén. Hosszú évtizedekre, akár évszázadokra visszanyúló tapasztalat, hogy jellemzően a koratavaszi hagymás növények, a hőmérséklet és a napsütéses órák számának növekedését érzékelve kivirágoznak, mondja a szakember. Ez még akkor is előfordulhat, ha csak hetek múlva várnánk ezt a folyamatot. Egy-két illatos hunyor, kisvirágú hunyor, hóvirág, szártalan kankalin, itt a Mecsek, illetve Pécs környéki jellemzően erdőterületeken megjelennek ebben az időszakban. Ez amúgy nem rendkívüli, ez előfordult már máskor is. Valóban jelzik azt, hogy most egy ilyen enyhébb periódus van. A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvégén akár havazásra is számíthatunk, és hamarosan beköszöntenek a mínuszok is. Néhány egyed ezek után már nem tud újra kivirágozni, de a természet ennél sokkal rugalmasabb módon rendezkedett be, emelte ki Kulcsár Péter. Jó néhány példány él ezekből a fajokból, és mint mondtam, hogy nem jellemző ilyenkor a tömeges virágzás, egy-egy faj ilyenkor, vagy egy-egy fajnak egy-egy egyede ilyenkor elvirágzik, de azért a zömük azok még mindig tartja azt a számunkra, illetve az emberek számára is jól megszokott időszakot. Ilyenkor januárban tehát nem rendkívüli, ha egy-egy hóvirágot vagy hunyort látunk virágozni. Az egyik fokozottan védett növényfaj, a magyar kikerics egyébként akár december közepén is virágot hozhat, tette hozzá a tájegységvezető. És végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. 257 éve volt a madéfalvi veszedelem, szűk körben emlékeztek az eseményre. Kiégett egy ház Szekszárdon, csillagszóró vagy karácsonyfa izzók okozhatták a tragédiát. Megyei összefogással segítenek, már lehet pénzt utalni a földrengés sújtotta Petrinya lakóinak. 30 éve szabadon, egy hónapig lesz látható a rendszerváltást emlékeztető installáció Szekszárdon.
Pénteken borongos idő lesz, néhol tartós párássággal, elszórtan időszakosan, elsősorban a délután folyamán várható csapadék, ami hó, illetve vegyesen havas eső formájában is hullhat. 3-6 cm vizes olvadó hóréteg is kialakulhat, éjjel csökken a felhőzet, de párásodik a levegő. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!